Mielőtt hozzányúlni, két dolog. Levenni a házat, nem biztos, hogy a legegyszerűbb, hátulról fogja négy csavar, 15-ös torxal lehet leszedni, de hosszúnak kell lenni a szárának, vagy rendelünk az eBay-ről hozzá olyan, olyan csavarhúzót, amivel ki lehet nyitni, vagy keresünk imbuszkulcsszerű hosszú szárút, lehet kapni azért. Miért kinyitjuk? Nagyon fontos. Több kiló volt van a CRT-nél. Ha nem tudjuk, hogy mit csinál, vagy aki nem tudja, hogy mit csinál, ne szedje le a házat. Ráz. Veszélyes. Azért hangsúlyozom ki, mert tényleg veszélyes. Szóval, ha bekapcsoló volt, akkor várjunk vele. Én szoktam várni legalább 2 órát, hogy ki tudjon sülni. Elvileg van benne ellenállás, ami kisütné, de az a biztos, hogy ha kivárom azt, amíg csökken a feszültség arra annyira, hogy ne legyen veszélyes. Ugyanígy 220-as részek vannak benne, bedugva, ne nyúkáljunk a készülékbe. Ugye minden egybe van. Hát ilyen. Oké, szóval itt van ez a kis Macintosh klasszik gépecske, amit én eléggé csípek, hogy miért. Talán azért, mert ez az utolsó gép, ami tényleg a legelső Macintoshoknak az örökségét hordozza, ugyanakkor egy nagyon modernizált formában. Teljesítményben gyakorlatilag megegyezik a legelső Mac-kel, egy picit több memóriával, és már beépített merevlemezzel. Hogy mi hol található benne, azt mindjárt meg is mutatom. Jobb oldalt van egy analógbord, gyakorlatilag ez felel a képernyő meghajtásért, a tápellátásért, alul van a úgynevezett digibord, gyakorlatilag ez az alaplap, és az összes többi cucc helyet kap. Van egy külön memória bővítő, merevlemez, és alatt egy floppy meghajtó. Nem szabad kihagyni a képcsövet se, és itt ugye egybe van építve az egész gép. Ezzel a géppel egy problémám akadt, méghozzá az, hogy nem olvassa a floppikat. Ezt kell kijavítani, ami végül is nem egy nagy kihívás, de ahhoz szét kell szedni teljesen a gépet. Szóval ahhoz, hogy a floppit kiszedjük, szét kell szedni, az azt jelenti, hogy ki kell szedni az alaplapot. Ahhoz, hogy az alaplapot ki tudja venni, ki kell venni először a memóriabővítőt. Így. Az alaplap kivételéhez ki kell kötni a kábeleket. Ugye ez a vinyónak a kábele, ez meg a floppié. Mind a kettőt ki kell húznom. Hogy majd később a keretet ki tudjam szedni, azért érdemes lekötni a merevlemezt is. Tehát minden csak sorjában, egyesével kikötök. Nyomom, észre. És így már látom, és lehet, hogy ki lehet húzni az alaplapot, a digibordot. Nem szedem teljesen ki, nem kötöm le az analógbordból jövő kábelt, ugyanis ennyire elég kihúzni az, hogy hozzáférjek a csavarokhoz. Szóval a csavarok, a floppy meghajtott és a merevlemez tartalmazó keret, tehát 4 csavar rögzíti. Itt van 2 csavar, itt van 1 csavar, plusz itt van 1 csavar. Ezt a 4 csavart kell kicsavarnom ahhoz, hogy a kezembe vehessem magát a keretet. Az egész keretet 2 fül tartja. Ott elő, tehát az egészet finoman hátrafelé kell kihúzni. Ez a finoman, így 20x éves gépnél nehezen értelmezhető, de ki lehet valahogy szedni. Oké, szóval sikerült kiszedni, itt van a kezemben a komplet floppy meghajtó és merevlemez. 4 csavar fogja a floppyt benne. Ezeket kell kiszednem, és már is itt van a floppy meghajtó. Oké, szóval megvan a floppy meghajtó. Ez egy úgynevezett Super Drive, ami azért jó, mert kezeli a HD-s lemezeket is. Képes olvasni a PC-s floppikat, ezért viszonylag könnyű átvinni adatot, és ezt a floppit tudom könnyedén írni a sima MFMS, elnézést, FMS floppival, floppy vezérlővel, ami a PC-ben van. Tehát simán rá tudom írni a programokat, amiket át akarok vinni. Szépen működik. Ez már azért működik ilyen szépen, mert menet közben megzsíroztam az egészet. Így. Ha szét kell szedni, akkor oldalt van 2 rúgó, ezt a 2 rúgót, meg ezt a 2 rúgót kell kiakasztani, majd félig benyomni az egészet, ezt érdemes egy floppyval indítani, vagy hátul meghúzni. És félig behúzott állapotban lehet kiakasztani az egyik oldalt és a másik oldalt. Ha kivesszük a felső részét, arra kell figyelni, hogy megakad a fejben, és ezt ne hajtsuk túlságosan hátra, mert ha ez a részrugó kilágyul, vagy túlságosan hátra hajtjuk, onnantól már nem érintkezik rendesen a fejjel,
értelemszerűen tönkre megy a floppy meghajtó. Van egy nagyon jó videó, ahol részletezik, hogy hogyan, vagy részletezi a szerző, hogy hogyan szedi szét a meghajtót. Elkövet egy nagyon egyszerű, triviális hibát. Én tanultam már, és én is elkövettem ugyanis ugyanazt a hibát, tanultam belőle. Izomból bezsírozza az egész meghajtót, a zsírból jut a fejekre, és ezért aztán pucelálhatja egy darabig. Én úgy szoktam, hogy alkohollal finoman megpucolom a különböző részeket, majd fülpiszkálóval viszek föl zsírt azokra a pontokra, például itt látható a zsír, amit fölvittem, ez lítiumos zsír, azokra a pontokra, ahol kenés szükséges. Ez a meghajtó, hogy most össze van rakva, egyetlen egy probléma van még vele, az, hogy nem érzékeli a floppy lemezeket. Ezt az okozza, hogy van benne három darab mikrokapcsoló. Egy, kettő, három. Ebből az egyik azt érzékeli, hogy írás védett a lemez. Ez a szélső azt érzékeli, hogy DD-s vagy HD-s a lemez, tehát mekkora kapacitása. Ez pedig egyáltalán az, hogy be van-e helyezve egy lemez. Megmutattam a lemezt is. Tehát látható, itt van az írás, itt van, hogy HD vagy DD-s. És ez a picike lemezke nem érintkezik rendesen, pontosabban nem nyomja meg eléggé a mikrokapcsolót. Finoman meghajtva a lemezt, ez már is javítható. Gyakorlatilag annyit csináltam, hogy itt mértem rá erre a két pontra. És meg kell hajtani a lemezt egy tized millimétert, kettőt. Nagyon finoman. Nem erővel, hanem inkább ésszel. Jó, erről lesz, készítek egy fotót is, hogy jobban lássátok, hogy miről beszélek. És innen már csak össze kell rakni az egész gépet. Az összerakás az ugye ugyanaz visszafelé, tehát a keretbe visszajön a floppy meghajtó, az egész keretet visszaszereljük, majd visszatoljuk a helyére a bordot, belkötünk mindent, behelyezzük a memória modult. Ezt azért emelném ki, hogy fontos, ha klassziket vesztek, akkor enélkül ne. Ugyanis csak ezzel lehet fölbővíteni, a szímek, amik rajta vannak, azok simek, 9 bites szímek, nem nagy kunst vásárolni, de a bővítő bor nélkül nem tudjátok megbővíteni. A bővítő borddal és ezekkel a memória modulokkal együtt 4 MB RAM-ja van a gépnek. Ez nagyjából a System 7.1-ig elég. És a 7.1-el azért már a legtöbb szoftver elfut, elég gyors, és így merev lemezőt tudjuk használni. Gyakorlatilag az összes programot, amit a régebbieknél floppyról kellett szenvedve lassan. Van egy kettő régi Mac-em, amiben csak floppy van, és hogy őszinte legyek, mindig a classicnél kötök ki. Könnyedén tudok átvinni programot, merev lemezre fölmásolva pedig elég gyors. Most, hogy visszaszereltem a meghajtókat, a memóriát, a digibordot, minden be van kötve, két dolgot kéne kipróbálni. Egyrészt azt, hogy most már floppy olvasás működik rendesen, kiadja, beveszi a floppyt, érzékeli el. A másik pedig az, hogy be kell állítani a kijelzőt, hogy teljes méretű legyen. Ha ez a kettő ellenőrzésre került, utána már lehet nyugodtan játszani. Tehát lehet használni a készüléket. Ha szeretnétek vele találkozni, akkor Bacsisnek kell szervezni az idei kiállítást, Fülén. Gyertek el! Lesznek játékok, lesz még több alma is, meg még sok AO-betűs. Atari, Acorn, Amstrad, CPC. Komodorok természetesen. Szerintem ismét jól fogunk mulatni. Na, most pedig akkor jöjjön a teszt és a játék. Ahogy látható, a képernyőn körbe jó nagy keretek vannak. Ezt ugye megreklamálnátok sokan mobiltelefonoknál. Hát én is állítok rajta egy kicsit. Nem kell hozzá semmi más, csak egy csavarhúzó, kis türelem, és hátul vannak a csavarok, amiket állítgatni kell. Na, lássuk, hogy mire jutok vele. Először is állítsuk be méretét vízszintesen. Na, mondjuk azt, hogy most ki van húzva széléig. Aztán próbálkozzunk meg a másik irányban is. Ez betűnődöttem kicsit a célom. Vissza.
és beállított képernyővel. Tessék, felismer a floppy meghajtót is. És az egész szépen működik, igaz, hogy kéne alá egy egérpad. De lássuk, hogy itt mond róla. Get info. Tehát ez egy kibogált, szóval most nézzük meg, hogyha megnyitom. Mi meg. Hogy 1,3 megabyte szabad. Ezzel fogom átteleportálni a játékokat. Vegyük ki a lemezt. Motort is sikerült jobb állítani. Szuper! Oké, szóval fölmásoltam pár játékot. Nézzük meg, hogy ezek hogy futnak. Let's go! Azért a színek hiányoznak belőle, nem ártana. Jó, nézzünk valami mást. Mentek innen. Game over. Azt hiszem ennyi elég is lesz bemutatónak. Talán még annyi, hogy rendesen le kell állítani a gépet. Shutdown. Bye bye.